Most ebben a helyzetben nekünk ezeket az intézkedéseket meg kell tennünk a város érdekében. Így indokolta a legutóbbi városi közgyűlésen a takarékossági intézkedéseket Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. A testület úgy döntött, hogy november 1-től ideiglenesen bezárt többek között a Színbád, a Józsandrás Múzeum, a Megyei Könyvtár. Ugyancsak ettől a hónaptól rövidített nyitvatartással 10 és 15 óra között fogadja a vendégeket a Nyíregyházi Állatpark. November közepétől bezár a szomszédban működő Sóstói Múzeum is. Decembertől zár a számos izgalmas beszélgetésnek helytadó Bencsvilla, december közepétől pedig a Móri Zsigman Színház is. Két év pandémia után idén nyáron megint nagyon sokan keresték fel a gergely úgonya és strandot a nyári időszakban. Nem csak belföldről, de külföldről is többen érkeztek. Több intézmény működését kell ideiglenesen átszervezni vagy szüneteltetni vásárosnaményban, de a fürdőt nyitva tartják. A mi fürdőnk egy kicsi, tiszta, élhető, a Szilva Wellness és Termál beszélünk, ahol ugye több szolgáltatás is igénybevető, épp ezért látjuk azt, hogy mivel előrátóan gondolkodott a fürdő vezetése, lekötötte az energiákat, tehát megfelelően tudjuk majd igénybevenni, venni, normális áron tudjuk igénybevenni majd a gázszolgáltatást. Tehát már élő szerződésünk Így van, arra. élő van. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ha szinte mindenhol bezárnak, de mi nyitva maradunk, akkor olyan szolgáltatást tudunk nyújtani, aminek meg lesz a bevétele. Érdekes módon a hétvégét is figyelembe véve elmondhatom, hogy a ide látogatók 80%-a már nem helybeli volt, tehát nagyon sokan rájöttek arra, hogy vásárosnál van még nyitva van a fürdő, lehet úszni, lehet sporton, lehet kikapcsolódni, és azt hiszem, hogy erre szükség van, tehát ebben is egy kicsit előre próbálunk menekülni. Nyilván januárban szeretnénk egy karbantartást végrehajtani, de azt követően megpróbáljuk a, a, azt az üzem, üzemmódot folytatni, ahogy azt eddig is tettük. A turisták körében népszerű nyírbátori várkastély és panoptikum is bezárt a magas energiárak miatt. A rezsiköltségek okán számos takarékossági intézkedést kellett meghozni a városban, mondta 35 perces műsorunkban korábban a város polgármestere. Az elv az volt, hogy ami az emberek hétköznapi életét érinti, ott zavartalan és folyamatos legyen a működés. Ugye ez a Covid idején nem mindig volt lehetséges, és láttuk, hogy az emberek hétköznapére mennyire rossz hatással van, ha például bezár egy óvoda, egy bölcsőde, egy általános iskola, az megnyugtató, hogy egyenlőre ezek a szolgáltatások nincsenek veszélyben, viszont minden mást, amink inkább kényelmi, vagy inkább a nem a hétköznapunk szerves részét képezi, azokat az épületeket megpróbáltuk bezárni, csak egy párat mondok. Várkastély, ami a turisztikát szolgálja, a kulturális központ, közösségi ház, alkotóház, családi kuckó, multifunkcionális tér, ezek mind-mind-mind olyan, olyan létesítmények, amik vagy teljes egészében, vagy nagy részben bezárnak, de minden más szereplőtől, aki az önkormányzat büdzséjéből kap támogatást, működési támogatást, köz, középületek fűtési tegyebeket, például sportegyesületekre, sportlétesítményekre gondolok, ott is egy sokkal szigorúbb üzemeltetési szabályzatot készítettünk, amivel garantálni tudjuk, hogy ott is a lehető legkevesebb energiaköltséggel fog működni a, a sportegyesület. Nyilván nem arról van szó, hogy a futballedzéseket nem kell megtartani, de nagyon nem mindegy, hogy a tíz öltözőből hányat fűtünk fel a téli időszakban, és ezzel sajnos vagy szerencsére, nem tudom, attól függ, még részéről nézzük, milliókat lehet megtakarítani, úgyhogy mindenkitől, aki valamilyen módon függ az önkormányzattól, egy sokkal feszesebb együttműködést és gazdálkodást várunk el, hetente leolvassuk az órákat, elemezzük az abból befolyó adatokat, mert egy ilyen energiaár mellett az egész költségvetésünket vízre viheti az, hogyha túl sok energiát használunk, amit nem kalkuláltunk be. Új Fehértót inkább decemberben ér el a takarékossági program. Hosszú József polgármester azt mondta, az év utolsó hónapjában kénytelenek lesznek bezárni a művelődési házat, a város portcsarnoka és uszodája azonban a téli hónapokban is üzemelni fog minden településen kellett hozni e, szívbe döntéseket, ezt, ez alól új sem. Kivétel mi is átnéztük azt, hogy melyek azok az intézmények, amelyeket összevonással, átmeneti e, bezárással tudunk egy picit költséghatékonyabbá tenni. Itt ugye látjuk nagyon sok helyen a sporthétesítmények, illetve a kulturális intézmények. Esnek elsősorban áldozatául ennek az intézkedés csomagnak. Hát mi a e, sportcsarnokot és az úszorát nem tervezzük bezárni. Ugye örömteli hír, hogy e, a múlt héten egy új egyesület is megjelent a városban, és a nyíregyházi akváse vízlabdázói és úszói új félton találtak ideiglenes otthonra. Nyíregyháziként hisz... én ezt külön köszönöm. Igazán nincs mit. Kerestük azt a lehetőséget, hogy a gyerekek nem maradjanak mozgás nélkül, nekünk egy kis bevételt szerezzen ez a megoldás, úgyhogy múlt hét óta már Nyíregyházáról is járnak hozzánk. A teltházzal működik az uszodánk, a teltházzal működik a sportcsarnokunk, és ráfizetéses, mert minden ilyen intézmény ráfizetéses, de úgy gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol egy picit áldozni kell arra, hogy a gyerekek ne otthon üljenek, ne a telefont nyomkodják, ne a városban olyan dolgokat csinálnak, amiket nem mindenki néz jó szemmel, hanem vigyük be őket a sport és a mozgás irányába. Fényes tudként is foglalkoztak a kialakult energiaválsággal és az emelkedő rezsiköltségekkel. A polgármester azt mondta, másokkal ellentétben ők nem tervezik intézményeik ideiglenes bezárását. Nálunk például az intézményeket úgy fogjuk most, akármilyen rezsicsökkenés lesz, igenis mi például a futball vb re a művelési háznál szúkolói rendezvényt fogunk tartani, tehát pontosan most nem kell bezárni a közintézményeket. Ezt mondom a kollégáimnak is, hogy ha, ha hallják a televízióban, hogy teljesen másképpen akarjuk felül a lovat, mert most kell igazán még jobban a közössége odafigyelni ebben a nehéz időszakban, hogy hitet, reményt adjunk az embereknek, illetve tanácsot, ötletet, amit a magunk módján tudunk. Természetesen ha nincs energia, akkor nem, de akkor is van kiút, akkor össze fogunk bújni, bocsánat, mint a pingvinek, akkor se fogunk megfagyni. A takarékossági programban lényeges változást a január hozhat, amikor az energiárak miatt akár több intézmény szüneteltetéséről is dönthetnek a helyi önkormányzatok.